Jó, egy körrel gyorsabb lesz. Egy körrel lesz gyorsabb. Aha. Lehet, hogy azt kéne. Ja, így érthető. Ugye a szalutor minél gyorsabb legyen. Bevitt kár. Úgy, nagyon sok minden van. Agyrázkódás. Ugye az agyrázkódásra mindenképpen olyat kell raknom, mivel ezt akkor tudom alkalmazni, amikor letörik az összes ilyen fókuszpont. Növeli az okozott kárt. Lehet, hogy az lesz, hogy a növeli a bevitt kárt. És akkor erre rakok egy olyat. Sebesség köteléke. Na ez. Felgyorsítom a szalutort. És akkor még erre rakok mindjárt valami jót. Növel az okozott kár. 5 szelek akkumuláció. Hát bazzeg, nem tudom. Ah! Oké. Okay. Szóval ez az okozott kár, ez megnöveli damage-et. Oké, okay, ez így fasza. Na ez jó. Első és tervezett akciójának megszakítására, az jó. Lehet ám itt matekozni. 23-24. Jó, és ez meg ugye debuffot ad. Bár, hogyha valakinek ezt alkalmazzuk oda, ez már nem jó. Így csináljuk. A szalutort növeljük vele. Oké, okay, ez így jó lesz. Brutalitás. Igen, növeli a... Na és akkor ezt cserélem még ki. Ez az, mert ugye a brutalitása, mivel a gyorsütéshez nem kell eltolni semmit. Itt az lesz a lényeg a szinergiával, hogy gyorsan ütök, és a szalutor is gyorsan jön, és hogyha én kezdem az ütést, a szalutornak a damage az már 50%-kal erősebb lesz, mivel folytatja. És ugye, mivel van egy akció-reakció, az meg van erősítve 75%-kal, tehát rohadt nagy lesz a damage. Tehát ezzel a sima gyors támadással ki tudok iktatni egy ellenfelet instant szinte. Na ez lesz a tuti. Oké, okay, meg vagyunk. Kicsit kell vele tényleg így cseszkelődni, de amúgy jó lesz. Esélyt az első akciónak lassítására, az úgy jó is. Elterelés csökkenti, fókusz, további pont az ellenség szenvedő állapotban van. Ugye szenvedés alatt tudjuk csökkenteni ezt a fókusz duplán. Hát, fene tudja, ja, ez így jó lesz. Oké, okay. Bocs. Megvan az ember. Have you nosed around my humble little hole in the wall? What's the word? Azt meg a megfigyeléseit. I've had a look around and something's caught my attention. I think they might have something to do with the salutor. Well then, shoot! Kérdezett a véres tronyról, kideríteni honnan jött a golyó. Ütötte jó, kérdez törött ablakról. A bucket of dirty water and a blood-soaked rag. Whose blood is this? As if I remember everybody who's bled on the floor here. Every day we've got to clean up after somebody. Is that everything or have you found anything else? Dehogy, van itt még. Ki lőtt a falba? Did anybody die from this bullet that got stuck in the post? Bullets fly every which way here. That's the atmosphere. Was someone killed? Probably, but that's not very unusual. Ja, hogy ez is mindennapos. Oké. Keep going. Jó, törött ablak, kidobtatok ki. How long it's been? 2 days, I think.
This one Russian bigwig was really fucking irritating me, so I politely asked him to leave. Valami orosz nagy kutya. What else can I help you with? Tell me. I'm at your service. You like to go wild here, huh? Are you often the one who gets the old crazy ball rolling? You know I used to have a puppy. This little fluff ball was hanging out under the bar. I have a heart, Victor. I have a big heart. Not like those morons over there. To Cossacks, a game without a corpse is no game at all. For me, knocking out teeth, breaking hands, I'll take it. A stiff spoils the mood a bit. That's my opinion. Kérdezem, milyen gyakran hal meg itt valaki. You get a lot of stiffs here then? Where my corpse here lieth down. Something, something looketh around. What do you call a lot? Three a month on average, I'd say. A viátlebben hárma halnak itt meg. That Cossack with a dick where his head should be pulled out his revolver one day and wanted to play Russian roulette. Only with his revolver. But fuck it. I'm not handing my head over so easily to a butcher like that. Well, then I'll ask you, is he an idiot or what? I have to gather my thoughts. Go ahead, go ahead. I have to gather myself a little too. Lelek. What the hell did you say, Victor? You're out of your goddamn mind. The Salutor's name's Lelek. Well, yes, the beak, the feathers. Ja, a lelek a neve a Salutornak. He loves the smell of death and he enjoys risk and foolishness, which he also fuels. So let's go get Lelek. Yeah, come on. Where about it is, Lelek could be as well. Maybe his floor is speaking for him. Whoever's with us is with us, and whoever's against us, fuck 'em. Come on, I'll show you places even the philosophers never dreamed of. Maybe your demon will be drinking vodka somewhere there too. Na jó, hát akkor szerezzük meg, találd meg azt a személyt, akinek igen. Hozzáadott bejegyzés Lelek. Itt van-e? Ő lesz az. Lelek is termetű, végtelen szalutálok, akiket mindenhová vonzanak, ahol zene van, aha. Túlzott hencegés, hiszékenység és a konfliktus kereséssel kapcsolatos hibákra mennek. Azok az emberek, akik olyan tulajdonsággal rendelkeznek, ugye fasza. Take a deep breath. That's the smell of Warsaw nightlife. Smell it, Victor. Relish it. A bouquet of sweat, shit and puke. And piss, thanks. But it's Warsaw's piss and puke interwoven with the aroma of steadfastness and heroism. Jó, először ezt letudjuk. You'll see the true face of Aboritsy Nyezhits. And maybe you'll even find what you're looking for here. Törött palack mellett a vérfröccsen és se az üveget fegyverként használ. Hiszen a kezed szándékos rossz indulat és a szórakozás vágya vezérelte. Itt nincs agresszió vagy ártani akarás, csak hamisítatlan ostobaság. Egyik hajszál, a másik friss vér borítja őket. Ez az üveg valakinek a fejébe csapódott, előbb egy szempillantás alatt kiürült, és amint alkalom adódott rá, finom tréfából rácsapott valakire. Oké. Mit találunk még itt? Is van valami. Kozák kalap, egy véres kalap, belsőben egy címke, következő névvel pasa. Ez nem egy közönséges kalap, ez az igazi barátság emlékeinek edénye és egy komfortzóna, amelyben önmagad lehetsz, most szennyezett. Arra használták, hogy kétségbe esetten elállítsa a vért, mely egy meggondolatlansából született sebből ömlött. Kérdezősködjünk. What? You give up, you piece of shit? Do you see what I see? I see two morons wrestling with a lamppost. How you fellas doing? Who's winning?
It's a colossus, looking down its nose, arrogant piece of... I swear it called us sons of bitches. Well, that would piss anyone off. Üdvözítő jelenléte. A Salutor jelenléte olyan erős itt, hogy nem sok kell ahhoz, hogy az ember elveszítse a fejét. Van, akik már nem tudják megkülönböztetni a valóságot a képzelettől, és még az élettelen tárgyakban is veszélyt látnak, a lámpások rendkívül veszélyes ellenségnek tűnnek. As I look at it and then at you, I've got to admit, the lamppost is right. That you're a pair of sons of bitches, that's what. Állítólag ezek rohadt kemények lesznek. Suit yourself. We're not giving in. Na nézzük. Ó, egy pisztolya jössz, balfasz. Oké. A pisztoly és az első támadó az látszik, és ő ellene. Melyik szalutora? Jó, pont ez. Nagyon jó. Oké, most felbuffolom, megnézzük, hogy mi történik. Mit fogsz kapni, öreg? Verek olyat rá, hogy megőrülsz. Mi? Azt kapta, mondtam. Csúnya volt. De négy, ugyan már. Kevés vagy te, de kis csávú. Na kérem, ezt is kicsit meg kéne... Várjatok, ehhez nem jó az a Salutor. Most jutott eszembe csak. Oké, kicsit tántorítsuk meg az öreget. Mit adjunk neki? Szenvedés, fertőzi, igen. Nagysebb az ellenség jelt pont, annál gyorsabb a képesség, ugye ez nem fontos. Ide olyat kéne rakni. Üvöltés a szenvedés, viszont mivel én rakok fel szenvedést. Százalékos, vagy annál kisebb a képesség, ráadásul egy véletlenszerű ellenségre. Ez akkor jó, hogyha kevesebb a HP, úgyhogy marad ez a véres esküvő. Átkozzuk le. Jó, és akkor most adunk neki egy rohadt orbitális nagy pofont. Oké, és akkor most még megszüntetik róla a hatást, most már elvileg működik ő is. Be kéne hílelnem magam, mert nem tudom, mekkorát fog ütni ez a paraszt. Huszonhat. Na ezt kapta rendesen. Meg egy tízes. 14, és akkor még elvileg visszakapok egy hílt. 14. Elég jól összeraktam, úgy látszik. The more brawling, the better. Please visit us again. Time to keep an eye out for Dennis. He was injured in the fight with the Colossus and got lost. I think. Maybe the Ataman ended up at the Lockstock. Where? The Lockstock and Barrel. This Ruski bar up the stairs here. Competition.
The night's still young. There's excitement ahead. This devil of yours hasn't turned up yet? So far, no. We'll manage. Come on, I know where he might be hanging out. I'd hole up there myself. Oké, zsír. Na, elméletileg itt még nem végeztem el, mert itt még nyomoznom kell. Sérült utcai lámpa, az utcai lámpán sáros talpa nyomai látszanak. Úgy tűnik, valaki megpróbált felmászni rá. És összeraktuk a teljes képet. Kocsmai negyed. Azt mondja, a lelek befolyása úgy tűnik szétterjed a kerületben ostobaságra és meggondolatlanságra késztetve az embereket. Ez az alkohollal párosulva még több ostoba és veszélyes dolgokra készíti őket. Rengeteg vért hagyva maguk után ahhoz, hogy megtaláljam a hibás szemét, fel kell keresnem más létesítményeket is a környéken. Ó. Tovább kell még mennem. Más helyekre is be kell még térjek. Kezdjük itt. Ó. Halál, vers, vér, vér, hív, szív, penge, hallgat. Kik vannak még itt? Aha, ott is van a cucc. Vérfoltok az asztalon. Azt mondja, ami kezdetben csak egy vérfoltnak tűnik, valójában egy vers, csak mélyebben bele kell nézni abba, ami megmaradt belőle, hogy az ember figyelme az egyes elmosztott szavakra irányuljon, amelyből már nem lehet értelmet kihámozni. Oké, és akkor itt is kell, hogy legyen még valami. Jegyzetfüzet. Ez egy jegyzetfüzet, egy edény, amelybe az ihletet öntik, amelyet a szív közelében tartanak, és amely annak kifejezésére szolgál. A túl néhány helyen átszúrt a papírt, annyi izgalom volt a költő kezében, annak a tiszta szenvedélynek a feljegyzése, amely a tulajdonost betölti. A jegyzetfüzet lapjai belülről lefelé haladva vannak beírva. Néhányat kitéptek, míg másokon a sok törlés nyomai láthatóak, szavak, köztük rendkívül virágos metaforák, melyeket a költő érzékeny lelkületéről árulkodnak, és meg is van itt az összkép. Barbárság állarca. Kegyetlen gangster állarca egy igazán érzékeny lelket rejt, ellentétes érzéseket között tépelődve, egyensúlyozza a szépség és a csúfság, a gyengétség és az erőszak közötti vékony határvonalon, ha szembesítjük belső káoszával, talán felfedjük a hibáját. Oké. Welcome to my world. Meaning what? That they've got a guy tied up in the back here too, and they're about to threaten to drown him in the Vistula? I see the positive mood of the neighborhood has infected you. Wonderful. But you guessed wrong, friend. Here, well, varázslat. Magic happens here. Thought is transformed into word to penetrate the material and infuse the universe with tenderness. All right, let's drink, shall we? Azt mondja, egyezzünk meg. Mondd, hogy körül akarsz nézni. Egyezünk meg. Double barrel each, please. People come here to tickle their palates with exquisite libations. Let's do a milk of 83. Elég jól lehet egyébként variálgatni ezeket a támadásokat. De ugye folyamatosan kell majd változtatni, mert gondolom lesz majd olyan enemi, ahol teljesen más érvényesül. I come here so I don't forget who I am. A poet. Emelkedjünk fel a témát. Aha. Emeljük fel a témát. Lelek. Listen, I'm going to be honest with you. I think Lelek is attached to you. A demon following me around? Bullshit. There are a lot of indications.
Your personality, the things you do, and stuff like that. I'd rather not have anyone sharing my head with me. Can you do something about it? Kötődik hozzá a démon. Próbáld meg felismerni Ebrissi hibáját. Ja, meg kell találnunk a fickónak a hibáját. Mesélj Ebrissinek a hibáról. Na, az a baj, hogy nem biztos, hogy önként be fogja azt vallani. There's only one way. I have to figure out your flaw, which means pushing you to the edge. But it's not going to be pleasant. Every day I balance on the edge. That doesn't scare me. Go ahead. Okay. Kérdezz ki a vérrel írt versről. Kérdezzük miért. Poem. Did you write it in your own blood or that of one of your victims? Victims? The hell are you talking about? Of course it was mine. I sliced my veins open for art. That's how committed I am. More like desperate. No true poet needs to resort to gimmicks. He just needs ink and the world will hear him. Shit. One more word and I'll forget about our friendship. There's nothing to forget. Our friendship is just a figment of your sick imagination. Stab me in the heart. It'll hurt less. Kér tőle bocsánatot. Mondta, hogy figyelmeztetted. Igen, mert hogy teljesen ki kell sodorni a szél. Aha. És hogyha bocsánatot kérek, nem biztos, hogy sikerül. Forgive me. I don't think that at all. I'll chalk it up to your devils. Maybe one of them perched on your shoulder for a second. The only good thing is that now I'm certain Lelek follows someone else. You're just the way you are. It couldn't be any other way. A demon pulling my strings. Okay, akkor a Lelek mégse őt követi. So what? Should we continue our viszont search? Emlékezni fog rá, úgyhogy jó, oh, hogy így döntöttem. Lad, how that we tickles me. Come on, of course we're continuing. We have to find that little brat of yours. Jó, egyébként bejön ez a dolog, így a döntések lehetősége, meg minden. Hát idősebb, biztosan nem érettebb a káosz kamrása, valsói vagányság minisztere és a Mázsugor hírnöke, minden egyes korty vodkával nő a szenvedélyünk, és a város sokkal szívesebbé válik, színesebbé, aha. Oké, itt akkor meg vagyunk ezen a helyen, át kell mennünk a másik kocsmába. Hoppácska, itt van még valami. Meghívó. Azt mondja, Anton Lönszinszki örömmel hívja meg a festészet csodálóit egy kiállításra, amelynek során bemutatja új festménysorozatát, melynek címe Festészet művészete újjászületés. Ez egy kreatív utalás lesz Prométheus görög mítoszára. A kiállításra szeptember 6-án. Igen. Jó. Ez valamilyen nyom. Ide kéne bemennünk. A propaganda brosúra az nem kell, azt már láttuk, nézzük. Kidobó. Private party tonight, no riffraff. Cheers, Ivan! Ivan barátom, az. Mr. Nyegyitz, well, I've got clear instructions. Don't be silly, it's a beautiful night out. Ez akkor ez pali, mint a ház, úgyhogy ő vele lehet, hogy kemény lesz a bunyó. If you count them all, you'll know the extent of my gratitude. Well, all right, go on in.
I'm fond of you, Mr. Njegyitz. I'm just doing my job. Jó, beenged minket. Akkor nem lesz bújó. Respect. Jó, bemehetünk. Köszi. This is what they call a private party? A csaj lesz az. Ott a kis döga. What is this, awake? Good thing we showed up. Double barrel for me. Actually, make that two. Na, keresek nyomokat, egy pillanat, csak hozok inni. Egy perc, ezt itt vagyok. Na, itt is vagyok. Oké, nézzük, mit találunk itt. Sáska, díszes kozák szabja. Vasasé volt. Acél csillog markolat tükörfényesre polírozva, az embereknek nem adatik meg annyi szeretet és gondoskodás, mint ennek az aprólékosan ápolt sáskának. Sáska. Van itt még valami, egy rituálé az elhunyt tiszteletére, tisztelet teljesen ispételgetve. Ez egy csók, amelyet minden egyes fényezés után közvetlenül az egykori tulajdonos vésete fölé helyeznek. Wow! Levél Denisnek, kedves Denis! Remélem jó vagy, nehéz megírnom ezt a levelet, de szeretném megnyitni előtted a szívemet, és nem titkolni az igazságot, már régóta érzem, hogy az irántam érzett vonzalmad elhalványult. Már nem írsz olyan gyakran, mint régen, és már majdnem egy éve nem láttalak, nem akarok tovább bizonytalanságban maradni, ezért kénytelen vagyok felbontani az eljegyzésünket. Légy jó, és gondolj rám időről időre, de ne írj többé nekem, Olga. Utóirat. Ezeket a szavakat Olkin atyának diktálom. Szerették közölni, hogy önt már nem látják szívesen a faluban, de legalább édesanyját meglátogathatná. Aha. A lap ismeri az érzelmek kaleidoszkópját, amely Denis szívét elöntötte, amikor először olvasta az ideért szavakat. Először a féktelen dühöt, amely végül átadta helyét a keserűségnek. Végül a szenvedés kerekedett felül, megkoronázva a szívfájdalom folyamatát. Ugye ez lesz majd nekünk ehhez a másik démonhoz az út, hogyha ezt itt kiderítjük, hogy ez most itt mi. Pisztoly. Ideg tapintású acél belülről égeti a remény és a félelem keverékét. Remény, hogy a halántékhoz szorított fém hidege vigaszt nyújt. Félelem,
hogy bár a szív nem fog dobogni, a lélek tovább szenved. A cső a saját halántékkel szorult, az újja a ravaszon és káosz a szívében. Lőni vagy nem lőni, már a ravaszon lévő nyomás is egyre nő. Olyan kevés kell ahhoz, hogy a golyó átfúrja a koponyáját, és mégis az új visszahúzódik, a cső eltávolodik. Szóval öngyilkos akart lenni, csak nem ment. Azt mondja, hogy ez micsoda, balalajka, az valami hangszer? Aha, hangszer. A húrok magukba szívták a balalajkán látszott dallamok emlékét, és egy a húrokat pengető újak nehézkessége a dallam vágyakozását tükrözi. És egy-kettő a huncut könnyedség, a fergeteges humor kifejezője, és így megy ez körbe-körbe. A hangfal tele van vágyakozással és szomorú gondolatokkal, kiáradnak és vándorolnak a húrokon. Függetlenül rajtuk játszott dallamoktól, mindegy, hogy a dal vidám, táncolni való vagy szomorú, a hangszerben tárolt emlék nem hazudik, a feje a világot a fekete árnyalataiban látja. És megvan. A káosz vezeti. Kiszámíthatatlan vakmerő Dennis, akinek szívét érthetetlen harag tölti el, szenvedését, bánatát és vágyakozását rejtegeti. Ellentétes érzelmektől tépázva káoszt vet, és szélsőségbe zuhan. Viselkedése összetört szívéből fakad, amely átokká vált számára. Ő az, akibe lelek beleszeretett. Az ő hibáját kell azonosítanom. Look at her all over him. I'd know how to make the most of being so popular. What do you want? Did I hear you talking about Dennis? Dennis and babes. He talks a lot, makes a big fuss around himself, but when push comes to shove, he leaves them hanging. So them babes must like him. Yeah, nothing for us to do except drink and enjoy one another's company. Na nézzük, azt mondja. Tehetek néhány észrevétel Dennisről. You know Dennis pretty well, right? Yeah, what about it? I take a professional interest in guys like him. Yeah. You think I can ask you guys a couple of questions? Let's see what you're after, wizard. Uha. Kérdezz ki őket Dennis mennyasszonyáról. Dennis had a fiancé, but she dumped him. How come? You know, he keeps his feelings to himself. But it hurt him. That's what I think. Maybe she got sick of waiting. She had her pick of men in the village. And is that what made Dennis so devil-may-care? A broken heart? Sure. What would it be otherwise? Azt mondja, Dennis sokszor elolvasta a levelet, amely az eljegyzésének véget jelentette, minden egyes olvasásnál újabb és újabb darabokra tört a szíve. Azt mondja, kérdezz ki őket Pásha szabályáról. Who is Pásha? Our buddy, from the same village as us, out past the Don River. We went through a lot together. Pasha's dead. Leave it at that. Halott a pasha. What actually happened to him? We all stick close together, but when you're drunk, you get some weird ideas. That damned Shashka of Pasha's was a spoil of war. One time, Dennis and Pasha got tanked and started playing Russian roulette for it. So, Dennis clearly won. But that little saber of Pasha's doesn't make him feel triumph, more like love and concern. He really looks after it. Okay, ragaszkodás. Dennis ápolja Pasha emlékét, olyan tárgyakkal veszi körül magát, amelyek az övéi voltak. Dennis nyilvánvalóan törődött Pashával, bizonyára többnek is tekintette őt, mint egyszerű barátnak. A szerelem különböző arcai. Pasha közel áll Dennis szívéhez, már csak a tárgyakba varázsolt emlékek maradnak belőle, amelyeket Dennis gondosan őriz. A kozákot gyötri annak a halála, aki több volt számára, mint barát. Vajon Pasha halála szülte ki benne a hibát, vagy csak leplezte azt?
Pisztolyról is meg kéne kérdezni. Az orosz rulettet nem olvasom fel. I've heard Danis likes playing Russian roulette. He's such a bonehead. He never thinks about the trouble he'll get himself into. You'd better watch your head when he's around. Beszéljünk Danis dalairól. Who'd have thought that Danis was such a sensitive soul? Does he play the balalaika a lot? Lately he's been singing either about the Grim Reaper and Hellfire or rolling in the hay. You can't keep up with him. Hmm. He goes too heavy on the tearjerkers for my taste. Any more questions? Nincs több kérdés, szembesítsük őket az igazsággal Danisról. You know what I think? You're not being straight with me. Nem vagy velem őszinte. I think Pasha and Danis were more than comrades in arms and blood brothers. On top of that, I think that's why Danis's fiancée dumped him. People from your village kept giving her crap. The fuck are you talking about? They were blood brothers, that's all. You'd love to find a buddy like that, someone for better and for worse. Hát ők máshogy voltak vértestvérek. Calm down, I can see your faithful friends. I'd better go take a drag of Warsaw air. If you like breathing through a straight nose, don't try any funny business. Megfenyegetsz, haver, gyere! Tehát meg a személyt, akinek a hibája szelutor. Még itt mindig nem kerek, de már szűkítettem a kört. Itt még valaminek lennie kéne, nem? Próbáljuk csak meg. Danis doesn't think about what he's doing, and he doesn't care about the consequences, as if it's all in the name of fun. He couldn't cope with his broken heart. So he started tumbling further and further into the depths of chaos. It seems like Pasha was more to him than just a comrade and close friend. His death hit Danis like a train. Since then, his life's been nothing but irrational behavior and risk-taking. He's thumbing his nose at death. I think I'll accept the challenge. Time to figure out his flaw and catch Lele. Na, elkapjuk Leleket, lesz még egy démonunk. If he'll play Russian roulette with me. Itt a Danis egyébként. Come on, don't make me back. I'll fix up your head for no extra fee. I'm in no hurry to go upstairs. I feel like a game. You up for one? Me? Forget it. I have gorgeous hands. Everyone says so. You're not gonna carve them up with that shank. What? You eavesdropping magician? Kérdezz meg a mennyasszonya leveleiről, azt mondjuk, provokáljuk Danit, hogy orosz rulettet játszon. Megszerezted a válasz. Válaszadáshoz szükséges tudást, igen. I found something that belongs to you. A letter. Is hand that over. If you read it, you'll regret it. Már elolvastuk, nyugodjál meg. Easy now. I just wanted to talk. We don't have anything to talk about. Leave me alone. Aha, ne olyan gyorsan, kisparát. Itt van még ez. You're sitting there so quietly. How about a little game? You play Russian roulette here, lads? Or are you too soft? Ha! Think you're harder than me? I eat Russian roulette for breakfast. Let's play. Ja, igen, ez marha jó játék. Can someone say Russian roulette? Mi? Ez is hülye. Show us what a tough guy you are, pretty boy. Six chambers, one bullet. Ready to start? Kezdésnél egy golyó. Wait, Victor. Let's play with mine. Ó, a rohadt életbe. Yours will do too. It will be more interesting that way. Does this remind you of anything? Nem szeretem az ilyen játékokat.
Mert itt a cél azért az lenne, hogy emberből ne nagyon halljon meg senki. And you, Victor. If fate so ordains, we'll speak in hell. Ó, bazd meg. Well. Pedig csak egy játék, de We're starting round two. De várjál, mert nem pörgeted meg? How it was with Pasha? Do you wonder if you're going to wipe the remains of my brain of your face? Shut your trap. Szia, Klahu. What? You shitting your pants? Hát nem, nem, ez nem lesz így jó. Watch over me. Várjál, hát kétszer körbe mentek, itt mindenképpen benne kell lenni a golyónak. We know what's waiting in the cylinder. You brave enough to cross even that final boundary? Enough, gentlemen. We were kidding around. Danis, there's nothing in there. I didn't load it. Pasha ran out of luck and lost his Shashka, right? You're lying, Nyegyitz. You're all lying. You think I'm scared of death? The sight of me makes the Grim Reaper quake in his boots. Well, go ahead. Watch carefully. Aha, nem volt betöltve, azért mondom, mert mondom, ekkora ilyen nincs. Na, gyere ki, fióka, gyere! Is that lovely song for me? Don't stop, I'm enjoying this. Mi lesz a hibája? Vakmerőség, vagy őrület, vagy mi? Oké, van egy 20-asunk, meg van egy 23-asunk. Az egyik az Bástyás. És ugye a Bástyás ellen... Jó, a Bástyás ellen azért úgy néz ki, hogy jó. Oké, tökéletes. Mivel kezdjek rá? Igazából szokásos körömet véghez viszont, amire most be vagyok állítva. Ó, állj, várjál, körül se néztem rendesen. Ő kicsoda? Gyászos hangok. Ja, azt a madár csinálja, az ellen nem lehet mit csinálni. Vág ez. Oké, legyen ez. És akkor ő vele oda csapunk. Késletettem talán? Tudtam késleltetni, szerintem. Így van, tudtam késleltetni, az nagyon jó. Kaptam egy 3-ast, az picsa. Ő már mindenképpen befekszik elvileg, úgyhogy átmegyünk ő rá. És kijön egy nagy ütés. Amit, hát ha sikerül, akkor duplázok. És akkor még healelem is magam egyszer. Egy a baj ezzel csak. Meg volt a heal, és még akkor megátkozzuk, leszedem magamról a negatív hatást, amit a... Várjál már. Basz meg, ez nem jó.
Meg kell szednem magamról a negatív hatást. Mert azt fogom megölni. És most leszedtem magamról minden negatív hatást. Életes. És eltávolítottam róla mindent, szóval megtört a fókusza. És akkor jött a kivégzés. Hogy? Ja várjál, van még egy kör, az... De jó. Vagy életbe. A csajt ki kéne likvidálni, mert csak 18-as. Várjunk, hogy van sorba, az van leghátrébb. Ő jön legelsőnek, ha jól látom. Sajnos azt ki tudom fektetni együttésből. Kéne egy heal még bele. Ja várjál csak. Azt hogyan váltam át kettesre? Most nézem, basszus. Na látjátok, ezt eddig nem figyeltem meg. Mivel váltok? Ó, köszi szépen, remekül. Nem tudom, mivel váltom ezt kettesre. Na, milyen buliba mész? Kettes. Hogyan váltom ezt át kettesre? Megér billentyű, na majd itt. Kezdje a harcot. SV felle. Lapok. Hadd nézzem. Ezt nem vágom, basszus. Hogyan tudok váltani? Azt nem mondta azé. Azt nem értem. Hogyan tudok váltani? Mert ott írja, hogy egyes és kettes. Kell nézzem, mert ezt nem vágom. Hogyan váltom ezt át? És milyen buli lesz? Megszerezted, rendeld a fejlesztést egy támadáshoz, vagy alkalmaz hatását. Akció, reakció. Nem vágom, bazzik, hogyan tudok váltani? Gyors támadásváltás. Ú, gyerekek, aki tudja, az szóljon. Párbeszéd, lapok.
QE. Funkció 2 szó köz C. Hát nem tudom, hogy működik. Baszki. Jaj, nem kéne magam, lehet megint. Négy híjjel, az elég kevés. De így még egyszer én jövök. Hét, az sok. Oké, csináljuk valahogy máshogy. Ő hozzá viszont a másik kell majd, én nem, ő jó hozzá. Megint ő jó hozzá, de hogy? Aha, ő hozzá lesz jó, oké. Akkor őt támadom meg. Rakjunk rá egy negatív hatást. Hatástanító negatív hatásokat. Jó, és akkor most még elvileg talán tudom őt lassítani, meg kellene is fog a lassítás. És még lecsökkentem rajta azért is a pontokat. Hát nem jó. Kurva szarul állok. Nem jó. Jó, ez restart lesz ez a fight, ez halál. Ez nem jött ki jól, ez nem is tudom, hogy kéne, ez érdekes így. Na, most még egyszer. Kezdjük a harcot. Nem tudom még kivel, meg hogyan. Átadom ezt. Rakunk erre egy szenvedést, és akkor megy rá ez. Minusz egy az lószar, és akkor most még rajta van a szenvedés, ez így most jó. Erre meg átváltok, és akkor erre is rakunk egy szenvedést.
Oké, addig jó, ez bele is fog halni. Váltanom kell. Adunk neki egy sima ütést, és akkor mellé. Lehet, hogy behúzok egy ilyet. Mivel a maximum az élete. Nézzük. Ó, nagyon nem sebzett szerencsére. Behalt, és akkor kellene még gyógyítanom majd magamon. Oké, ez kidőlt. Na. Ez rohadt nehéz ez a rész. Mindenképpen nézzük, csak a csaj a végén van. És ez van itt a legközelebb, úgyhogy mindenképpen belekezdek. Kell hozzá a másik. Rárakunk egy szenvedést. És akkor kell szenvedésre rátanunk egy ilyet. Várja, nem. Szenvedés az ellenségre, ha az ellenség átmond a 50%-os vagy annál kisebb képesség. Ez jó lesz. Nézzük csak. Oké, ezt most megküldtük rendesen. Viszont így már nem lesz erre szükségem. Oké, mindenképpen ütni kéne őt. Így egyelőre nem fog kelleni. Hát nem tudom. Ez a baj, túl lassú vagyok. Legyen a heal. De kell ez a heal majd. 6. Ja, kell ez a heal. Csak add be azt a rohadt hírt. Kilenc hír, az nem túl sok, haver. Tíz, hát ez bazik, nem is értem ezt. Na, megvan az első nehezebb rész. De én nem értem egyébként, mert hogy ezt a körös cuccot, ezt még én nem vágom még mindig. Hogy hogy is működik ez valójában. Meg amit én nem értek, hogy hogyan tudok váltani az ability között, mert ez így nagyon nem jó, hogy nem enged váltani. Ugye ez itt a probléma még nálam. Hogy itt van ez, és ezt nem tudom használni, de miért nem? Bazd meg. Pillanat.
60% dupla sebzés okozás, az kelleni fog. Nem tudom, hogy mit rakjak be. Jó, csináljuk így. Nem tudom, hogy hogy váltok bizét, támadást. És ez rohadt nagy probléma. Várjunk csak, a vezérlő mit mutat? Hát, ha az a mutatja. Akciós sora. Nem vágom, gyerekek. Felfedezés elvileg a harcnak ennyi része. Kezdje a harcot, F. Harci napló megjelentése, X. Fejlesztése, T. De hát ez nem jó, ez nem, ez kevés. X. Lapok. Ugye ez lehet, hogy passzívba hozzá lenne adva. Na mindegy. Meg kell próbálni megcsinálni valahogy. Megszakított ez a rohadt szarházi. Nem hiszem el, bazeg. Na hát ez... Ja. Rohadt madár egyébként megszivat rendesen. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy az így nem lesz jó. Oké, hatást leszettem, kell hír. Oké, próbáljunk meg egy hírt, hát ha. Várjál, nem jó. Ezt kéne összevernem, most nézem. Jaj, baszki! Oké. Okay. Így értem már, hogy hogy működik ez. Oké, okay. Jó, ezt most értettem meg, ezt is. Hogy a kettőnél lehet váltani célpontot, nem kell ugyanazt ütni. Nem kötelező ugyanazt ütni, ugye? Tő híl, az nem sok. Minusz egy, az se sok. Az meg 9. Az eszem megáll. Vissza kéne hílelnem magam. Aha. Kétteres halmozódás, akkor ezért, ez nem jó. Jaj, bassza meg!
Ja, bassz! Most már tudom, mi a baj. A madár lecsökkenti a fókuszomat nulláig. Az nem fasza annyira. Hanem be kell bombázni egy rohadt nagyot. Hatos híjon, az kellett. Várjál már egy kicsit. Ja, mert ha itt most meg tudok ütni, a csajra is kéne valami. Az egy dupla. És kapott egy negatív hatást.